Sziasztok, Icy vagyok. Ebben a videóban egy hasznos programot fogok nektek bemutatni, aminek az a neve, hogy Avanced System K, vagy valami ilyesmi kiejtés. Ennek a programnak az lesz a lényege, hogy valamilyen szinten segítse a számítógépünknek hosszú távon használni a Windows, szóval a lehető legkevesebb problémánk legyen vele. Nézzük is, hogy néz ki a program maga. Itt van, ez az egész a maga a program, így néz ki. Amikor felinstaláltuk, ingyenesen le lehet tölteni. Nem a professional verziót, hanem a simát. És itt ki tudjuk választani, hogy miket szeretnénk ellenőrizni vele, és miket töröljön ki. Az ilyen vírusok, milyen kémvírusok lennének. A Registry Clean az azt jelenti, hogy kitörölhetjük a Windows regisztrációs kulcsai, vagy ilyesmik közül a nem odaillőket, vagy amiket ő nem lát jónak. Persze tudjuk nézni, hogy miket töröljön, miket nem. Hát, ja, ez törli az előzményeket a böngészőkből, hogy minél kevesebb problémánk legyen a böngészőnkben. Ez törli a szemetet, szemét, szóval a fennmaradt a böngészés alatt letöltések, stb. Olyan dolgok, amiket automatikusan tölt le a rendszer, azokat kitörli, hogyha szemétnek érzékeli. Internet Boost, ez teszteli és valamilyen szinten javítja, és igazából ennél nem volt. Pár szó volt csak jó, mert nem tudom milyen okból, de nem tudtam csatlakozni az internethez. Volt internet a számítógépen, de nem tudtam behozni semmilyen weboldalt vele. És akkor végigfutottam egy ilyet, de ha minden igaz, valami DNS probléma volt, ahogy így utólag rájöttem. Ez... hogyha talál olyan ikonokat, ilyen sorkátokat a számítógépünkön, amelyekhez már nincsen meg az eredeti program. Szóval, ha töröltünk egy programot, és valahol kimaradtak ezek az ikonok, akkor ezeket törli. Ez takarítja a registrinket, szóval megint a regisztrációs valamiket. System optimalizáción beállítja a lehető legoptimálisabbra a számítógépünket. Security Defense, ez is ilyen ellenőrző, hogy van vírusírtónk, ajánlatokat tesz, stb. Discan, ez leszkenneli a zerórokat a merev lemezünkön, ha van, persze. Próbálja Windows-t a legoptimálisabban beállítani, és ez megint egy ilyen disk, szóval a hard diskünknek, hogy a lehető legjobban működjön. Most én nem fogok elindítani egy szkennelést, mert már megcsináltam. Amikor jól működik, és nem észlel különösebb problémát, vagy nemrég csináltunk egy szkennelést, akkor így néz ki, hogy good. Ha szeretnénk, akkor én általában azt szoktam csinálni, hogy kijelölöm mindet, és végignyomok egy szkennelést. Ami elég hasznos szokott lenni, mert még a reggel, amikor felraktam a programot, akkor a RAM-om olyan 70-80%-ban meg volt telve is, és most így videófelvétel közben olyan 50-en áll a CPU, máskor meg 80-90-en állt. Nem tudom, mi okozza. Igaz, kikapcsoltam a számítógépet található Windows Defender-t. Ezt itt tudjátok a Windows 10-be, hogy bejöztök a Control Panel-be, vagy vezérlőpult. Itt a Windows Defender, és akkor előjön ez az ablak. És akkor Settings, és ezt itt kikapcsoljátok, ezt a Real Time Protection-t. Betámadhatnak különböző vírusok, de viszont nem vettem észre semmi problémát. Érdemesebb egy másik vírusírtót telepíteni a számítógépre, és ezt kikapcsolni. Persze, hogyha
lassabb a számítógépetek, ha nem veszitek észre a terhelődést, akkor nem nincs értelme ezt kikapcsolni, ez csak a gyengébb számítógépekre egy jó dolog, mert elég szépen leterheli a számítógépet, ez a reális. Írja, hogy van két app, amit detektált a számítógépemen, de ezek ilyen érdekes dolgok. Mindegy, maradjunk ennél a programnál. A másik jó oldala, hogy van egy ilyen Turbo Boost. Ez egy olyan alkalmazás, hogy leállít olyan dolgokat, amiket mi nem használunk akkor, amikor például játszani akarunk. Hogy gyorsan működjön az internetünk, ne foglaljon annyi RAM-ot, stb. Itt írja, hogy milyen programokat állított le. És amikor szeretnénk tovább használni a számítógépet, persze lehet állítani, ellen nem biztos, valami hasonló. Nem, csak ezeket állítja le. Az olyan programokat, amiket észlel, hogy nagyon lelassítják a számítógépeket, a gépet, azt leállítja. Itt a következő fülbe Startup Accelerator. Ez azt csinálja, hogy amikor elindul a számítógép, akkor indulnak különböző programok. Vannak olyan programok, amik megnehezítik a számítógép a Windows elindulását. Ezeket mi itt beállíthatjuk, vagy nyomunk egy sima kattintást, és ő maga beállítja, és gyorsítja a beindulást nekem. Most azt hiszem 4,9 szekundumot írt, hogy annyi másodperc alatt indult el maga a Windows. Ez azt jelenti, hogy amikor elkezd betölteni, 4,9 másodperc kellett neki, hogy betöltsön. Rendben, nézzük a következőt. Ez optimalizálja a szisztemet, szóval maga processzor használat, RAM, internet, HD, amennyire tudja ő, ezt most számítógéptől függően változó, hogy ez hatékony vagy nem. Ez meg egy ilyen takarító rész lenne, töröli az olyan toolbárokat, amiket felraktatok a valamilyen programmal, vagy hasonló dolgok, ilyen ilyesmik. Lényegében ez az első két rész, ami fontos ebben a programban. A következő, itt be tudjátok állítani, mi legyen a minden igaz, ez a... Ja igen, mi legyen a homepage, meg hogy lehessen... Be tudjad állítani, hogy ne trackeljék amit csinálsz te. Szóval automatikusan törli a kilépés után az előzményeid, de ez csak a proverziónál elérhető, meg különböző ilyen kis dolgok, de mondom ezeket. Ennyien nem használom. Itt is vannak még ilyen különböző programok, amik általuk vannak kiadva, de ezeket sose használtam, de szerintem ezek után kifogom próbálni, hogy milyenek is ezek a programok, és tényleg, hogy hatásosak, mert ez a program, ez nagyon bevált nekem, nagyon szeretem ahogy működik, és mennyire megegyszerűsíti az életet. Itt mutatja azokat a programokat, amit meg lehet venni. Itt meg az update load, az olyan programokat, amiket update-olni kéne. Igen, nem forog itt a nyelvem. Ezeket a programokat update-olni kéne. Ez is egy jó dolog benne, mert általában az ember nem figyel oda ezekre, hogy tényleg frissíteni kéne egy Java szoftvert, vagy valamit. Na rendben, körülbelül ennyi lenne ez a videó, egy kis program, próbáljátok, írjátok meg tapasztalataitokat. És ha tetszett a videó, nyomjátok egy lájkot. Sziasztok!